Szia! Tamó Bolbás Gyöngyi vagyok, és ez itt a Medima. Podcast adásaink kötetlen, könnyed beszélgetések olyan emberekkel, akiknek a meditáció vagy ima fontos része az életüknek, és szívesen mesélnek az idevezető útjukról, hogy hogyan alakította az életüket, illetve mivel töltik a mindennapjaikat. Ebben a podcastban Szaladják István volt a vendégem. István 20 éve gyakorolja a zen meditációt, Taigen Shodo Harada zen mester tanítványa. Jelenleg a magyarországi One Drop Zen csoport vezetője és megbízott tanítója. Balázs Béla díjas játékfilmoperatőr és rendező, korábban a Metropolitan Egyetem docense. Hallgassátok szeretettel! Szia István! Nagyon örülök, hogy most találkozunk. Te a One Drop Zen magyarországi vezetője vagy, ami ugye a japán buddhizmus egyik ágához tartozik. Miért pont a zen? Honnan jött ez neked? Hát először is üdvözlök mindenkit. Sziasztok! És akkor most válaszolnék a kérdésre. Miért? Hát ez egy hosszú történet, de a lényeg az, hogy a legegyszerűbb. A legegyszerűbb, és mivel én ugye a művészeti pályáról jövök, vagy a művészi szakmában dolgoztam hosszú ideig, ezért a zenek, mint tudjuk, azért elég sok köze van a művészethez, és hát, hogy is mondjam, találkoztunk. Először igazából a festményeken keresztül, költészeten keresztül, de utána pedig aztán a szellemiségen keresztül is. És hogyha már így egy kicsit nagyobb távlatot nyissak ebbe a dologba, hát az utóbbi 500 év legfontosabb embere az a Hanvas Béla, annak ellenére, hogy az ő jelentőségét nem biztos, hogy mindenki felismerte eddig, de ettől függetlenül már úgy értem, hogy a magyar nép szempontjából a legutóbbi 500 év egyik legjelentősebb embere, hanem a legjelentősebb. Mert az a lényeg, hogy az ő tanítása folytán ugye elkezdtem keresni a saját utamat. Mert ugye, amikor az ember a Hanvas életművet feldolgozza, akkor rájön arra, hogy hát bizony-bizony azért itt mindenkinek meg kéne találni a saját útját. És na mi az az út? Na és akkor az ember persze keres, kipróbál ezt, kipróbál azt, és aztán valahol lehorgonyoz, és hát számomra ez az zen volt az egyértelmű a sallangmentessége miatt, az egyszerűsége miatt, és hát a művészet közelisége miatt is. Uh-huh. És hol találkoztál vele? Hát ez egy komplex kérdés, de nagyon érdekes. Tulajdonképpen Süyi Péternek köszönhetem. A Péter, ő az Omegának volt a szövegírója, most nem emlékszem hányadik lemeztől, és ő a Fiatal Művészek stúdiójában volt dramaturg, én pedig nemrég végeztem a művészeti főiskolán, a filmművészetén, és ő csinált egy virágzás napjai fesztivált az Őrségbe, ami, ha jól tudom, még a mai napig megy, de ha nem, akkor a neve megváltozott, de mindegy, valami fesztivál még mindig van, és hívott le az Őrségbe, hogy segítsek neki kamerázni, meg szóval valami ilyesmit az egész fesztiválon. Elsősorban persze nyilván kamerázni hívott. Na, a lényeg, hogy mentünk le az autóval, és akkor kérdezte a Péter, hogy mi van velem. Hát én mondtam, hogy keresem az utam, de valahogy nem passzolnak a dolgok, túl komplikált, amit eddig volt, az egyik emiatt nem, a másik amiatt nem, szóval úgy nincsenek rám szabva. És akkor mondja, hogy hát miért nem mész el a Marikához? Marika? Én nem tudom, ki az a Marika. Hát mondja, hogy hát ő a Margescu Marika, aki nemrég költözött haza Németországba, hát ez volt a 90-es évek. Nemrég költözött haza Németországból, és ő egy Willigis Jäger nevű zenmesternek a tanítványa, aki ráadásul egy bencés szerzetes is, és a Marika, hogy haza költözött, itt csinált egy zencsoportot, látogassam meg. Hát jó, mondom, akkor meglátogatom. Na, egyszerűen elmentem a Marikához, és ott ragadtam, tehát a zen gyakorlásban ragadtam, és aztán a Marikának volt egy kapcsolata a mostani mesteremmel, Taigen Shodo Roshival, a családneve Harada, tehát Taigen Shodo Harada Roshi, csak hát ugye, mint mester, ő nem használja ezt a nevet, tehát Taigen Shodo Roshival. És amikor én bementem hozzá először egy ilyen személyes beszélgetésre, ami egyébként nem beszélgetés, tehát ez egy radikális különbség úgy egyébként az ilyen spirituális utakon, tehát nem beszélgetés, mindegy, bementem hozzá, akkor teljesen egyértelművé vált, hogy na, ez a mester, és ez az én utam. Ugyanis
Tehát voltam, találkoztam sok mesterrel addig, de tulajdonképpen amikor én hozzá beléptem, akkor az egyetemes megérintett. Tehát ott nem egy személy ült velem szembe, egyáltalán nem egy személy volt, hanem egy mindent elfogadó egyetemes, és én ott értettem meg Jézusnak a tanítását. Igazán ott értettem meg, hogy feltétel nélkül vagyok ott, tehát lehetek a legnagyobb bűnös, a legnagyobb szent, és mindenhogy el vagyok fogadva. Úgy, ahogy vagyok. Mindenestől. És csak ez a pillanat számít, hogy most itt vagyok. És ez olyan döbbenetes mértékű felszabadulás volt, ugye, mert egy olyan társadalomban élünk, ahol folyamatosan elvárásrendszerek vannak, mindenféle elvárásrendszer, és hát egy bizonyos értelemben presszió is az emberre nézve, vagy a személyiségre nézve, és egyszer csak találkozol egy olyan, hogy nincs ilyen. És nem is kell, hogy legyen. Hoppá, mondom, ez egy komoly dolog, és egy szó mint száz ott ragadtam. Tehát a mesternek onnantól kezdve számolom én a tanítványi létemet. A másik oldal, amit azért mondtam, hogy nem beszélgetés folyik, mert amikor bemész a mesterhez, tehát például a Rosihoz, akkor ő 1000%-ig tud mindent, hogy mi van benned. Tehát nem csak az érzelmeidet tudja, olykor a gondolataidat is. És ez nagyon, hogy mondjam, misztikusan hangzik. Egyébként most, hogy már ennyit gyakoroltam, most már úgy, tudom, hogy nem annyira misztikus, sőt, inkább természetes, csak ugye, amikor az ember az egójába be van zárva, akkor ez nagyon meglepő tud lenni, hogy hoppá, hogy van ez, hogy tulajdonképpen elkezd válaszolni arra a kérdésre, amit föl se tettem, de közben itt van bennem. És így tovább, és így tovább. És akkor a lényeg az, hogy egy pillanat alatt megtörtént ez a elköteleződés a részemről, és mondjuk így, hogy azóta is tart. Ez milyen gyönyörű, hogy akkor ez így ott, abban a pillanatban megszületett, ahogy vele találkoztál. Hát az a helyzet, hogy valahogy úgy volt az egész, hogy nem lehetett, hogy ne szülessen meg. Hozzáteszem persze, hogy csak még általános tapasztalatot mondom, hogy amikor a tudat nincs felkészülve arra, hogy a mesterrel találkozzál, akkor nem találkozol a mesterrel. Tehát hiába van ott, te nem érzékeled őt, és nem érzékeled az ő mesteri mi voltát se. Tehát én azelőtt, az idő előtt voltam Indiában. Gondolván az, hogy hát egy baráti utazás során voltunk kint, de közben én gondoltam arra, hogy na hát itt talán találok egy mestert, aki az én mesterem lesz. Ugye a saját útkeresésbe. És nem találtam. Már pedig az azt jelenti, hogy India tele van komoly gyakorlóval, komoly emberrel, komoly mesterekkel, és persze sok kamu gyakorló is van, meg kamumester, de mindegy, de tele van ilyennel, és én mégsem találkoztam vele. És ez nem azt jelenti, hogy nincs. Én nem voltam rá felkészülve. Na most valószínűleg az történt, hogy közben én ugye elkezdtem gyakorolni, rendszeresen gyakoroltam, és mire oda jutottam, hogy a Rosival találkozok, addig valószínűleg már a tudatom kellőképpen nyitva volt ahhoz, hogy ez a találkozás megtörténjen. És ezt ugye hallgatja egy laikus, akkor vajon mit tudsz neki most mondani, hogy hogyan tudja a tudatát erre akár felkészíteni, kinyitni, befogadható állapotba kerülni egy mesterhez? Hát a helyzet az, hogy az esetek 99%-ában, lehet, hogy keves, hogy van 1% vagy picit több, de 99%-ban arról van szó, hogy van egy egónk, és az egónknak van egy elképzelése arról, hogy a dolgoknak hogy kell lennie. Viszont a dolgok a lehető legritkább esetben vannak úgy, hát nagyon előfordul, de nagyon ritka eset, amikor tényleg úgy vannak, ahogy az egónk elképzeli. Na most ez valójában egy frusztrációt ad, vagy egy szenvedést, tehát az embernek, mondjuk úgy, hogy az első kedvében nevezik nyugtalanságnak. Ad egy nyugtalanságot az embernek, az emberi tudatnak, és ez egy alapvető nyugtalanság, tehát majdnem mindenkiben benne van, akinek egója van. Sajnos ez így van, már pedig úgy tűnik, hogy ez egy természetes folyamánya a dolgoknak, hogy előbb-utóbb lesz egód, és aztán azt kell felismerni persze, hogy hogyan lehet ezt meghaladni, és erről szól a gyakorlás. Tehát magyarul az ego a sok ütközés során elszenved egy csomó, tulajdonképpen szenvedni fog, nyugtalan lesz, és amikor ez a szenvedés már elég nagy mértékű, akkor egyszer csak azt mondja, hogy valahogy véget kéne ennek vetni. Valamit kéne találjak, hogy hogyan lehet ebből kiszabadulni, hogyan lehet ebből kilépni. És akkor elkezd az ember keresni. Tehát amíg a keresés impulzusa nem születik meg, addig semmilyen módon nem tudsz találkozni a mesterrel. Na most miután megszületett a keresés impulzus, utána először egy
önterápiát kell folytatni, ez nem azt mondom, hogy pszichológushoz kell menni, vagy pszichiáterhez, tehát nem erről van szó, hanem egy viszonylag stabil énismeretet kell kialakítani, egy viszonylag stabil énnel, ami sokféle úton létrehozható, tehát létrehozható az, hogy az ember olvassa a könyveket, és ó, magamra ismertem, persze nem magára ismert, hanem az énjére ismert, de most ugye az én szakaszában vagyunk, tehát fontos elkülöníteni, hogy van én ismeret, meg ön ismeret, és a kettő nem ugyanaz. Na tehát egyszerűen elkezdi földolgozni, akár ezoterikus úton, hogy asztrológia, meg mit tudom én, szóval elkezdi magába ezt a rendszert fölismerni, és miután ez megtörtént, utána szükséges, hogy válasszon egy utat. Ha nem választ, akkor viszont megmarad örökké egy ilyen mentális elmejátékba, amiben futkoz jobbra-balra, új és új ismeretekre tesz szert, eljár erre az előadásra, meg arra az előadásra, de igazi változás soha nem fog történni. És tehát muszáj, hogy legyen egy pillanat, amikor azt mondja, hogy oké, de mit kell tennem konkrétan? Tehát elég volt a könyvekből, elég volt az előadásokból, elég volt az intellektuális játszadozásból, mit kell tennem konkrétan. És amikor ez a második impulzus, mert ugye az első már megvolt, amikor ez a második impulzus megszületik, akkor kell elkezdeni gyakorolni. Mindegy, hogy mit, igazából mindegy, hogy mit, mert akkor még nem tudod, hogy mi a rátszabott. Elkezdesz gyakorolni, és azon az úton járni kell valamennyi ideig. És az út, amit elkezdtél, amiben konkrét gyakorlás van, tehát ez nagyon fontos, hogy konkrét gyakorlás legyen, nem könyvek olvasása és ilyen ezoterikus izék, hanem valami nagyon konkrét gyakorlás, akár joga, akármit, persze most nem arra a jogára gondolok, ami egy testnevelés igazából, tehát egy komoly joga, akkor már előkészíti a tudatot arra, hogy egyáltalán véve találkozhass a mesterrel. Tehát ahogy te mélyülsz, úgy nyílik meg a tudat arra a lehetőségre, hogy te találkozhass azzal a mesterrel. Persze most felvetődik az a kérdés, hogy miért kell nekem mesterrel találkozni? Ugye az ego az nagyon könnyen fölteszi ezt a kérdést, minek nekem mester? Hát tudom én, hogy hogy kell menni, tudom én, hogy nem tudom, micsoda. Tehát így van vele az énünk. A helyzet az, hogy pont emiatt nagyon könnyű eltévedni. Elképesztő könnyű eltévedni, és az igazság az, hogy tegyük fel, hogy van egy spirituális tapasztalatod, nem is az odáig vezető úton igazán könnyű eltévedni, hanem miután megvan ez a tapasztalat. Utána. Ugyanis utána létrejön egy spirituális ego, ami aztán tudja, hogy vannak a dolgok, ő neki joga van megmondani, hogy vannak a dolgok, és ő neki joga van szabadon dönteni arról, hogy neki nem kell mester, vagy kell mester. Tehát ez egy nagyon kényes kérdés, és hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy meg is mutatja, hogy ez a személy a gyakorlásba hol tart. Mondjuk úgy, hogy a gyakorlás első tizedénél. Hogy körülbelül. Úgyhogy tehát a lényeg, hogy szükséges, hogy egy konkrét gyakorlatot folytassunk, és szükséges az, hogy ez a gyakorlat ez előkészítse a tudatunkat egy változásra, azzal a változással, hogy majd találkozunk, vagy esetleg találkozunk valakivel. Amikor persze ez az igény felébred. Ha nem ébred fel ez az igény egyébként, akkor nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek akár egy életen, vagy akár több életen keresztül is ugyanazt a kört járják. Hát sajnos ez van. Uh-huh. Hmm. És mondod azt, hogy neked a zen az egyszerűség miatt fogott meg, hogy mit jelent ez neked? Hát például nagyon egyszerű. Tehát például kevés a rítus. Egyébként így nem teljesen igaz, tehát nem teljesen igaz, mert hogyha jobban belemegyünk a hagyományba, akkor azért több a rítus, de összességében miről van szó? És azt kell mondjam, hogy ez nem a zen, ez maga a buddhizmus. Tehát a buddha tanítása az végtelenül egyszerű. Elképesztő egyszerű. Tehát aki olvas a Buddha tanításáról, szerintem semmit nem tud. Aki tud valamit, az, hogy Buddha mit tanított, azt a tudatot, ami az eredeti tudatunk. Arra mutat rá. Tehát az egész tanítás nem áll másból, mint egy gyakorlatból, ami rámutat az eredeti tudatra. És tulajdonképpen ez az zen. De nem, nyilván nem csak ez az zen, csak azt mondom, most úgy értem, hogy nem csak az zen képes erre, csak az zen, csak erre teszi a hangsúlyt. És figyelj, semmi más, nem számít. Ne keverd össze a holdra mutató ujjat a holddal. És akkor tessék, csináld.
Tehát ez egyik oldalról végtelen egyszerű. Másik oldalról meg szintén egyszerű, leülsz és figyeld a légzésedet. Ennél egyszerűbb dolog a világon nincsen. És persze, amikor csinálod, akkor már rájössz, hogy még soha annyira egyszerű, de a lényeg, hogy formailag ez végtelen egyszerű. Persze hozzá van téve, hogy célszerű ülni, de az a hogy célszerű ülni, ez 5000 évnek a hagyománya, vagy lehet, hogy még régebb idő hagyománya, és nem véletlen ülünk úgy, mert amikor már az ember elmélyed a gyakorlatba, akkor rájön, hogy mindennek megvan az maga oka, és tehát, hogy ez nem csak egy szimpla gyakorlat, hanem egy nagyon, nagyon komoly gyakorlat, és emellett pedig rájövünk arra is, hogy azok a formák, amik például a zenben vannak, ha mondjuk nevezik ezeket ritusoknak, azok nem csak úgy ki vannak találva, hanem mindegyiknek funkciója van, és olyan, mint egy sakjátszma, amiben van egy rendkívül egyszerű lépés, aminek már esztétikája van. Tehát tulajdonképpen ez a szabályrendszer, ennek a szabályrendszernek, meg az egész rendszernek esztétikája van. Hogyha te belemész, akkor rájössz arra, hogy ennél egyszerűbb és sallangmentesebb már nem tud lenni. És minden csak arról szól, hogy a gyakorlásodat hogyan segítse, illetve a közösségbe hogyan kell a szabályrendszert úgy meghozni, hogy a lehető leginkább szolgálja azt a célt, hogy minél hamarabb bejuss oda, hogy tapasztald meg ezt az eredeti tudatot. Hogy néz ki most például a napi gyakorlásodban ez ennek az egyszerűségnek a megtapasztalása? Ja, hát minden nap ide jövök, aztán leülök a párnára, és figyelem a lélegzetemet. Mondjuk történetesen én már pont nem azt csinálom ebbe a helyzetben, amiben most vagyok, mert a mi iskolánk egy úgynevezett Rinzai iskola, és a Rinzai volt az, aki a Koan praxis bevezette, illetve igazából nem ő volt, de ő, akihez tartozik, illetve az, akinek a hagyományából kinőtt ez a Koan gyakorlás. Tehát ő használt Koanokat. Hogy aki nem tudná, mi az a Koan, gyorsan elmondom két mondatba. A Koan egy olyan kérdés, vagy egy olyan szituáció, aminek nincs racionális megoldása. És ez rendkívül fontos, mert tulajdonképpen kizökkenti a racionális tudatot a működéséből, és rámutat arra, ami nem racionális, de mégis ott működik. Ugyanis a hétköznapi életben az a problémánk, hogy azt gondoljuk, két nagy tévedésünk van. Az egyik nagy tévedés az, hogy azt gondoljuk, hogy az én tudatunk azonos a tudatossággal, azonos a tudattal. De ez természetesen nem így van. A másik pedig azt gondoljuk, hogy a ráció mindennek a végpontja. Ez a kettes számú. Tehát ami nem fogható be a ráció körébe, az nincs is, vagy legalábbis az kétes, a létezése inkább egy képzeletbeli birodalomba tartozik. Ez természetesen nem így van, és ezek a koanok, ezek egyrészt erről szólnak, hogy ebből kizökkentsenek, ebből a hozzáállásból, a másodszorban pedig azért ennél sokkal mélyebb a rétegeik a koanoknak, méghozzá energetikai rétegük is van, és egy tudatállapot rétegük is, tehát hogyha te sokszor elismétled azt a koant, vagy legalábbis foglalkozol vele, akkor az a tudatállapot benned is felébred, mint ami a koanba el van dugva. Tehát és ezért van az, hogy nálunk igazából, tehát a mi vonalunkon, a Rosinak a vonalán, nem az van, hogy te oda jössz, és rögtön kapsz egy koant, és akkor te elgondolkozol, vagy elrákcsálsz rajta, hanem csak egy elég mély tapasztalat után kaphatod meg a koant, mert az szükséges ahhoz, hogy tényleg azzal a koannal dolgozzál, mert például, amíg nem alakul ki az energiaérzékelésed, addig nem is tudsz mit kezdeni a koannal. Tehát addig egy hogy is fejezem ki, egy látszólagos gyakorlás folyik a koannal. Tehát egy kamu gyakorlás, egy kamu koan gyakorlat. És persze megmagyarázhatja az ember, meg minden, arról nem is beszélve különben, csak így mondom, hogy ezen a vonalon, tehát a Rosinak a vonalán rendkívül nagy a szigorúság a koanok tekintetében is, már úgy értem, hogy mikor és ki és hogyan kapja meg esetleg a koan, mert nagyon, az ego ebből is nagyon könnyen csinál egy hogy is mondjam, egy ego játszmát, hogy én már a nem tudom hanyadik koannál járok, én már megoldottam azt a koant, én már nem tudom mi, és
ha nincs meg ez az alaptapasztalatod, amikor már először találkoztál ezzel a tudatossággal, úgy tényleg, akkor nagyon könnyen beleesel ebbe a csapdába. Hogy ó, én már a nem tudom, 100. kolonomat oldom meg, vagy a 10., vagy mit tudom én hányat, de ő még nem tudom, még a leesőnél tart. Tehát ez egy kényes kérdés, és ezért, ahogy mondtam, nálunk ez rendkívül le van egyszerűsítve, tehát minden arról szól nálunk, hogy a lehető leghamarabb elérd ezt az alaptudatosságodat. És ez micsoda ez az alaptudatosság? Az alaptudatosság? Hát lényegében ez az eredeti tudatunk. Tehát a buddhizmus így fejezi ki, hogy az eredeti tudatunk. Egyébként borzasztó egyszerű a dolog. Nagyon egyszerű példát mondok, hogy egy csecsemő nem tudja azt mondani, hogy én. Viszont a tudata működik. Tehát már rendelkezik egy olyan tudatossággal, ami által tudatában van, hogy van fény. Lehet, hogy nem tudja megnevezni, de látja, hogy most nappal van, látja, hogy most éjszaka van, most ébren van, most alszik, most éhes. Vagy mit tudom én. Tehát magyarul a tudata már működik, de abban a működésben nincs hozzátéve semmi a jelenséghez. Tehát nincs megítélő tudat, és a megítélő tudat az pedig az énünkhez tartozik, mert ez egy programsornak az eredménye. Tehát amikor például csecsemők vagyunk, akkor már ez az eredeti tudat működik. Később erre ráépül a tudat, amivel aztán összekeverjük magunkat, tehát ezzel az énnel összekeverjük magunkat, és elfedi ez az én az eredeti tudatot. De közben mégis minden nap ott van, és minden nap tapasztalhatjuk is, sőt tapasztaljuk is, csak nem tudjuk, hogy az az, mert például amikor belefeledkezünk ma valamibe, akkor nincs önreflexiónk, és nem tudjuk azt mondani, hogy én így meg úgy, hanem egyszerűen csak csináljuk. Tehát, mint ahogy a gyerek játszik, mi is belefeledkezünk mondjuk a zenélésbe, vagy bármibe, és akkor már az eredeti tudat működik rajtunk keresztül bennünk. De természetesen ez még nem a végpont, csak ez egy nagyon fontos motivum, hogy az eredeti tudat már ott van. És ezt hogyan tudod megállapítani mondjuk egy gyakorlónál, hogy elérte ezt az alaptudatot? Hát, na, itt kezdődik a misztikum. Itt kezdődik a misztikum. De például a koanok erre valók, hogy ezt is lehet tesztelni vele, mert ugyanis a koanra nem tud válaszolni az, akinek nincs tapasztalata. Tehát például mondok egy ilyen koant, hogy most itt, mutasd meg, milyen volt az arcod, mielőtt apád és anyád megszületett. És akkor, akinek nincs erről az egyetemes tudató tapasztalata, nem tud ezzel mit kezdeni. És ráadásul még csak nem is az van, hogy mondd el, hanem hogy mutasd meg. Tehát intellektuálisan semmilyen módon nem tudsz közelíteni ehhez a kérdéshez, és pont ez a koannak a lényege, hogy amikor például dolgozol egy koannal, hogy ki üsse az intellektusodat. Mert sehogy nem fogod tudni megtalálni a választ, és egyszer csak belefárad. A gondolkodásba belefáradsz. És amikor belefáradtál a gondolkodásba, ott nyílik meg az a rés, hogy ezt a tapasztalatot megkap, vagy megérd. És akkor ezt te észreveszed, meglátod a gyakorlóban, hogy ez megvan benne? Hát igazából, mondjuk ne esünk túlzásból, hogy én észreveszem, meglátom, de tulajdonképpen érzékelhető. Tehát érzékelhető ez a változás, de az az igazság, hogy valaki leült, mondjuk 3-szor volt itt, már a járása is megváltozik. Tehát ez egyszerűen elkerülhetetlen, és akkor ugyanígy, most mondok egy példát, hogy bizonyos értelemben ez egy ugyanolyan szakma, mint bármi más, hogy ha mondjuk te egy festő vagy, és bemész egy kiállításra, akkor ahogy bementél a kiállításra, rögtön látod, hogy az a festő milyen képességekkel rendelkezik, vagy éppen milyen minőségű az alkotása. És itt is ugyanez van, hogy már a mozgásból, vagy akár abból, ahogy valaki leül, vagy ahogy ül veled szemben, már abból lehet érzékelni, hogy ő hol tart, de ennél azért vannak még mélyebb szintek, ugyanis itt az történik, hogy amikor egy ilyen személyes beszélgetés van, és erre utaltam, amikor azt mondom, hogy a Rosihoz bemegy valaki, akkor ott egyé válik veled a mester. Tehát konkrétan egyé válik, és nem arról van szó, hogy elképzel valamit, hanem konkrétan érzi, amit te érzel, és jó esetben még a gondolataidat is érzékeli. Mondjuk persze, amikor valaki teljesen szét van szórva, akkor
akkor nyilván nem fogja az összes gondolatot érzékelni, csak a fő csapás irányokat, mert tehát még az is elképzelhető persze, amikor nagyon mélyen van valaki, hogy az összes gondolatot érzékel, csak képzeld el, hogy az olyan, mint a bemenni a dzsungelbe. Tehát az egy más dolog. De a lényeg, hogy mindenképpen van egy egyéválás, és ezért is van az például a mi vonalunkon, hogy tanító nem lehet akárki, hanem egy viszonylag hosszú képzés után, már csak azért is, hogy amikor ez az egyéválás történik, ebben ne tudjon bele szennyezni a lény. Tehát, hogy ne az én lásson bele a másikba valamit, hanem tényleg a közvetlen kapcsolat legyen. És hát ez azért elég sokat kell gyakorolni. Tehát, hogy ez így legyen. És a gyakorlás mondjuk akár ehhez az úthoz a légzés figyelésen átmegy, vagy utána van más is, amit gyakorolsz, például hogy... Hát alapvetően a légzés figyelés van, és utána esetleg lehet, hogy van koan praxis is, de nem feltétlen. Tehát végső soron a légzés figyeléssel végig lehet menni teljesen, de a koan praxis az sok tekintetben segít. Vagy segíthet. Uh-huh. Inkább így mondom, segíthet. És milyen volt mondjuk, amikor ugye először ezt megtapasztaltad, hogy valakit már ugye nem a te éneddel látsz, hanem mondjuk ezzel a tudatosságoddal? Hát tulajdonképpen azért nem annyira meglepő, mert a gyakorlás során ez egyre finomabbá válik. De összességében azt kell mondjam, hogy előfordulhat, hogy olyasmit is érzékel az ember, amit a másik még nem is tud. Tehát, és akkor, mivel te egy ilyen szituációban énytelen vagy, ezért az intuíciót fog válaszolni, tehát te egy eszköz vagy, tehát az univerzalitás kerül a másik lényel kapcsolatba, tehát nem mint egy személy vagy ott. És erről beszéltem, hogy amikor bementem a rosszul, akkor nem egy személy volt ott. És akkor tehát rajtad keresztül valami végtelen bölcsesség, vagy végtelen intelligencia lép ugyanazzal az intelligenciával kapcsolatban. De végső soron igen. Ez gyönyörű lehet megtapasztalni, hogyha így ülsz le, tehát, hogy annyira más, ugye nem mint ember az emberrel, igen, mint egy ego egy egóval, hanem... Pontosan, hanem nincs elválasztottság. De egyébként ebben sincs semmi ördöngőség, mert képzeld azt el, hogy van egy gyereked, és a csecsemő az nem tud ugye beszélni, és te, mint anya, muszáj, hogy így lépjél kapcsolatba vele, mert így tudod, hogy most azért sír, mert fáj a hasa, és azért mit tudom én sír, mert éhes. Tehát nem ugyanaz. A férfiaknak ez nagyon nehéz, mert sokkal racionálisabban közelítenek a dolgokhoz, de alapvetően, ha visszatudunk menni a ráció előtre, akkor simán lehetséges, és a meditációban se történik más, hogy először lebontod az énedet, és visszamész a ráció előtti állapotba. Tehát nincs benne igazából ördöngösség. Tehát, vagy mondjam a hétköznapi példát, hogy ha nem anya vagy, hanem van két szerelmes, akkor ott az én, ha feloldódik, akkor kitalálta, amit én mondok. Sőt, kitalálta, amire gondoltam. Én is kitalálom, amit ő gondol. Érzem, ahogy most ő érez. Tehát ez egyáltalán nem olyan különleges dolog, csak ugye amikor be vagyunk zárva az énünkbe, és a nap jó részébe be vagyunk zárva az énünkbe, akkor bizony ez probléma. És akkor neked ez úgy működhet most, hogy van, amikor be vagy zárva, és van, amikor kinyitod, vagy egész nap is tudsz mondjuk ebben a nyitottabb tudatállapotban működni? Hát igazából úgy válaszolnék erre, hogy miután megtörtént ez az első nagy tapasztalat, a koan praxis, illetve a további gyakorlás pont ezért fontos, hogy ne kúszom vissza az egónak ez a szőlő indája, ne folytsa meg ezt a tapasztalatot. Tehát kitörölhetetlen ugyanez a tapasztalat, de hogy ne folytódjon el, és ne csak egy emlék legyen, hanem folyamatosan fenntarthatóvá váljon, arra való a folyamatos gyakorlás. És mesélsz arról, hogy neked milyen volt ez az első ilyen pillanat? Mesélhetek róla, nem tudom, hogy ki, hogy mit tud ezzel kezdeni, ugyanis mindenkinek nagyon más. Most például elmondom az én mesteremnek, a mesterének milyen volt ez a pillanat. A Mumond Rossi az már 8 éves korában szessint ült. Úgy kell elképzelni, hogy 8 évesen bement a kolostorba, és egy hetes elvonás simán megcsinált.
Igen, ám, de 16 éves korában, vagy 15 akár serdülő korában tuberkulózist kapott. És már úgy volt, hogy meg fog halni. És már köhög, már véres, meg mit tudom én, és egyszer egy tavaszi napon fölállt, oda ment az ablakhoz, kinézett az ablakon, ránézett a barackkal világra, és ott abban a pillanatban megvilágosodott, és elmúlt a tuberkulózisa. És 80 éves koráig, 80 akárhány éves koráig tanított utána. Tehát persze nyilván elő volt készítve ez a pillanat, nyilván gyerekkorától, és aztán 8 éves korától a rendszeres gyakorlással, minden, de a lényeg, hogy megtörtént. És akkor van egy, mindenkinél ez máshogy történik meg. Mondjuk, ha nagyon kíváncsiak esetleg a hallgatók erre, akkor velem ez úgy történt meg, hogy kimoltam a kolostorba, Szogencsbe, és úgynevezett jáza volt. A jáza az azt jelenti, hogy session van, és amikor vége van a napnak, utána még egy óra meditáció van kint a szabadban. De hát az azt jelenti, hogy 3:30-kor felkeltél, és akkor még 10-től ülsz legalább 11-ig vagy 12-ig, attól függ, hogy mikor jön a mester, és onnan tudod, hogy akkor van vége. Na, ültem, egy a lényeg, hogy ültem a szabadba, egy ilyen szutra könyvtárban, vagy szutra könyvtár előtt, és akkor hát nehéz elmondani, mire felálltam, és így oldalra néztem, így lenéztem a földre, és egyszer csak, nem is tudom, hogy fejezzem ki, én voltam a kő, amin álltam. És oda körben néztem, és úristen, itt minden én vagyok. Tehát tulajdonképpen rá kellett döbbennem, hogy valójában csak egyetlen létező van, egyetlen tudatosság van, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki, és minden annak a megnyilvánulási formája. Tehát formailag van különbség, de lényegét tekintve egyáltalán nincs. És akkor csak néztem, hogy ez van. Persze, hogy mondjam, ezt így utólag mondja így az ember, ott abban a pillanatban nem tudod ezt mondani, tehát nincs folyamatos mozgás a tudatodban, hanem egyszer csak így elvágják. És akkor mondjuk így, hogy egy pillanatra vagy hosszabb időre, de be tudsz tekinteni a valóságba. A valódi valóság. Persze, amúgy ez is a valóság, tehát ami most körbevesz minket, csak úgy értem, hogy ahhoz képest most már tudod, hogy a valóság mögött van valami, amiből meg van szövődve ez a valóság. És hogy tud, milyen volt neked ezután visszajönni ebbe a valóságba, vagy az utána lévő órák, idők? Hát nagyon nagy csend volt a tudatomban. Tehát nagyon-nagyon nagy csend. Legalább másfél évig egy őrületes csend volt a tudatomban. Azt nem állítom, hogy nem volt egy gondolatom se, tehát ezt így nem állítom, de egy kb. Másfél évig hatalmas csend volt. És aztán sajnos úgy alakult az élet, hogy akkor én nekem, hát nem az, hogy abba hagytam a gyakorlást, de visszább húzódott nekem a gyakorlás, és ezt a mély tudatosságot bizonyos értelemben elveszítettem, tehát nem minden szempontból, és aztán vissza kellett tornászni. Tehát, és ezért is hangsúlyozom, és mondom, hogy egy ilyen tapasztalat után nem szabad abba hagyni a gyakorlást. Folytatni kell. Tehát muszáj folytatni. És másfél év ilyen csend, és akkor kint éltél, vagy itthon. Itthon. Tehát tulajdonképpen itt az a döbbenetes az egészben, hogy semmi más nem változik, csak a hozzáállásod. Tehát, ahogy mondja a buddhista tanítás, hogy szamszára és nirván egy, ez így van. Tehát csak a nézőpont változott meg. És most röviden összefoglalva úgy tudom talán megfogalmazni, hogy egy, nincs teher a tudatodban egyáltalán, tehát, és nincs benne félelem, bánat, keserűség, meg ilyesmi. Aztán persze benne van ez a hatalmas csend, és ehhez a hatalmas csendhez képest minden csak egy hullám. Egy ilyen, ami jön és elmegy. Bármilyen öröm, tehát bármilyen pontosan pozitív és bármilyen negatív, igen, az így van, meg bármilyen jelenség is. Tehát nincs hozzáfűzésed a jelenséghez. Ez a legfontosabb. Tehát én nem állítom, hogy másfélig nem volt hozzáfűzés, de azt viszont mindenképp tudom mondani, hogy a hozzáfűzés mennyisége az radikálisan lecsökken.
Tehát radikálisan, mondjuk azt, mondjam azt, hogy most csak hasonlatot mondok, hogy mondjuk 100%-ról, mert az ego így működik 100%-ba, mondjuk lecsökken 1%-ra, vagy mit tudom én, 0,1-re. Tehát nagyon, nagyon mély is tud ez lenni. És vajon mi történt, hogy ezt akkor abba hagytad a gyakorlást? Hát a munkába visszatértem, és kezdetben a munkát is tudtam így csinálni, csak aztán túl sok döntéshelyzet, meg mit tudom én, és akkor mivel még nem, mondjuk így, hogy mint csecsemő, még nem születtem elég mélyre ebbe, ugye, még nem nőttem fel ebbe az új tapasztalatba, ezért egy kicsit elveszítettem. De egyébként szerintem ez teljesen rendben van. Tehát most nem úgy értem, hogy az én részemről van rendben, hanem úgy egyébként rendben van. Fontos, hogy az ember megtapasztalja azt, hogy legyengülhet ez, és bizony kell munka ahhoz, hogy ezt fönntartsuk. És akkor utána mi volt ez az impulzus, hogy újra visszatértél? Hát befejeződött egy hosszú film. Befejeződött egy hosszú film, és akkor utána lehetett egy kicsit gyakorolni. Mert ugyanis a probléma ott van, hogy ugye én filmeztem korábban, tehát a film szakmában dolgoztam, és az egy olyan szakma, hogy 100%-ot követel tőled. Tehát ha belekezdesz egy filmbe, akkor másfél éven keresztül, vagy 3 éven keresztül, attól függ, 3 éven keresztül csak az van. Nem tud más lenni, mert olyan sok ember, olyan sok tényező koordinálásáról van szó, és összefogásáról, és találkozójáról, és döntéseiről, és mit tudom én, hogy lehetetlen igazából kivonni magad, vagy azt is lehet mondani, tehát ezt is mondhatom, hogy elképzelhető, hogy most már tudnám csinálni, de akkor én nem voltam még erre felkészülve. Tehát én nem tudtam ezt megcsinálni. És utána visszaállt ez a gyakorlás, ami igen. Gondolom gyorsabban visszajött, mint ahol, ahogy elkezdted. Igen. Aha. Igen, tehát igen, gyorsabban igen. Visszajött, és akkor azóta, ha jól hallom, folyamatosan igen, így van. Itt így van veled, és... Így van. Hát azt tudom mondani, hogy az mondjuk olyan 2007 óta csak 2 sessionen vagy 3 sessionen nem voltam a Rosiba. Tehát úgy értem, hogy ő szokott jönni Európába, és minden évben, kezdetben, évente, hát na, most 90-es évekről beszélünk, akkor én még rendszeresen nem jártam sessionre, de 2000-es évektől igen. Tehát akkor mondjuk minden évben jött, és egy idő múlva, 2006-tól vagy 2007-től pedig többször is jön Európába egy évbe. Tehát, és ez azt jelenti, hogy amikor ő Európába jött, akkor én minden egyes alkalommal ott voltam, kivéve a 10 akárhány év alatt, vagy nem is tudom, lehet, hogy már 20 is van, tehát mindegy, akárhány év alatt, csak 3-szor nem voltam őken az elvonásokon. Aztán, és mesélsz egy ilyen elvonulásról, hogy ez milyen? Van egy videónk különben, azt meg lehet nézni, hogy az zajlik egy elvonulás, tehát az van egy 4 perces videó, történetesen pont én csináltam, mert a Rosi megkért, hogy csináljak egy ilyet, mert mindenki kérdezi, hogy milyen egy ilyen elvonulás, és akkor egyszerű volt, hogy csinálunk egy 4 perces filmet. Na, tehát Dióhéjban egy ilyen elvonulás egy elég kemény kiképzés, tehát lényegét tekintve azt tudom neked mondani, hogy a zen egy kiképzés. Tehát a tudatodat képezzük ki, meg az enyémet persze, tehát a tudatunkat képezzük ki arra, és ez most fontos, hogy ne rendítsenek semmi. Tehát egyszerűen mindig maradjon meg ebben az ítélkezésmentes állapotban, és soha ne essen kétségbe, soha ne legyen aggodalma, soha ne legyen, tehát ami az egónak a jellegzetessége, az teljességgel felszámolódjon. És hát ehhez viszonylag sok mindent kell tenni, illetve sokat kell gyakorolni. Valamilyen szinten azt tudok mondani, hogy ez egy ilyen Jedi kiképzés, tehát a Star Wars-hoz tudom hasonlítani, nem véletlen, hogy a Star Wars-ba nagyon sok elem van az emberből átvéve, tehát magából a tanításból is, de még a ruhába is. Tehát sok minden van ott átvéve. Mondjuk van egy alap dolog, amit amúgy nem vettek át, mert az egységtudatot azt történetesen pont nem vették át, mert az egységtudatban nincs jó meg rossz, ott meg még egy kicsit harcolgatnak. De mind a mellett, tehát ez egy nagyon kemény kiképzés, és nem is tud, hát azt kell mondjam, hogy ugye a 10 napos vipasszána se egyszerű, tehát az is így, ha belecsöppensz, akkor az nagyon meg tud gyötörni, de
Tehát a zen elvonulások is ilyenek. Tehát 3:30-kor kelés van, utána van egy nagyjából fél órás, talán kicsit több, tehát kb. Fél órás ilyen tradicionális szövegeknek a mondása, szútrázás, ezt így hívják, és utána van a meditáció, maga az a zen. És ez alatt a meditáció alatt mindenki sorba megy be a mesterhez egyesével. És akkor a mester ott mondjuk így, hogy tükröt tart neki, vagy esetleg tanácsa látja, hogy most jobbra menjen-e, vagy balra. Utána van egy reggeli, a reggel után van egy rövid munka, a munka alatt ugyanúgy folyik a meditáció, tehát ennek ez a lényege, az egész ennek az a lényege, hogy nem az van, hogy külön van a meditáció, meg külön van az életed, hanem át kell, hogy folyjon egymásba, és ugyanazt a tudatállapotot tudni kell fönntartani a munka közben is, mint amit az ülés közben fönntartasz, csak ugye nyilván sokkal nehezebb. De hát nyugodtan mondhatom, hogy na, ezt nem tudtam olyan hosszú ideig fönntartani, amikor hazajöttem. Na, a munka után pedig megint meditáció van. Tehát összességében az egész nap, most egy könnyebb szesét mondok, ami Európában van, európaiaknak, hát durván egy olyan 8-9 óra meditáció van egy nap, ahol is ugye nincs mozgás. Tehát nem az van, hogy tehát persze 25 percesek a periódusok, és akkor óránként van egy séta, és 25 perc után esetleg felállhatsz, de akkor nincsen séta. És hogyha most így összeadjuk ezeket az időket, amit így meditációval töltesz, hát az egy ilyen 8-9 óra lesz, és aki erre nincs felkészülve, annak nagyon nehéz dolga van. Tehát fizikailag is megterhelő, de azt kell mondjam, hogy szerintem pszichésen sokkal megterhelő, mint fizikailag. És szóval muszáj, hogy addig, míg eljutsz a sessionre, addig gyakoroljál. És akkor persze ülés után ebéd után van egy kis pihenő, utána van az előadása a mesternek, aztán egy hosszabb séta, vacsora, megint pihenő, és aztán este egy hosszabb periódus, amikor megint csak van szanzen, a szanzen ez a személyes találkozás. A végén egy nagyon rövid ilyen zárószutra van, elfelejtettem mondani, hogy így a formába be van illesztve reggel is, meg este is egy teázás, tehát úgy, hogy ülsz a helyeden, de hoznak neked teát, és akkor azt megiszod, ez nagyon-nagyon jó tud lenni. Tehát az egész rendszer úgy van kitalálva, hogyha egy picit már megszoktad ezt, akkor rájössz arra, hogy ezt nem lehet jobban kitalálni. Tehát tényleg, nagyon jó van kigondolva, mert reggel a teja, ez egy savanyú szilva teja umeboshiból, a gyomrodat helyre teszi, tehát az rögtön éjséget, gyomrot, egyensúlyt, stb. Helyre rakja, este meg, inkább felszabadít ez a tea, mert vége van a napnak, akkor egy kicsit könnyebb, akkor kapsz egy kis süteményt hozzá, vagy valami csokit, édességet, és utána van az áruszutra, és akkor vége. Hát, ha nagyon akarsz, utána még van a jáza, de a kolostorban kint kötelező, itt Európában nem. A jáza, ugye mondtam korábban azt, hogy az, amikor ülünk egyedül, de a szabadban. Tehát nem közösen, ott nincs napirend. Mert amúgy az egész napirend persze be van osztva. És erre mondjuk itt az európaiakra bárki mehet, aki most hallgatja például ezt a hát beszélgetést? Nem, mert pont abból kifolyólag, hogy elő kell készülni erre. Tehát jöjjön ide, gyakoroljon, és akkor itt van egy félnapos session, tehát illetve egésznapos sessionek vannak, minden hónap, utolsó hétvége, szombat, egésznapos elvonulás, egésznapos session. És akkor először jött egy fél napra, utána egy napra, utána mondjuk egy háromnapos esélyre, és aztán érdemes az egyhetesre, mert különben nem fogja tudni kihasználni azt a lehetőséget, amit az egyhetes esélyen ad. És megvan a veszélye annak, mert ugye arról beszéltünk, hogy azért egy nagyon kemény pszichés munka is, és egy terápiás munka folyik az elején. És amikor te ülsz, akkor nagyon sok minden fölbugyborékol a tudattalanodból, és mivel, ha nem vagy ehhez hozzászokva, és nem szembesültél még azokkal a dolgokkal, amik a tudatodban vannak, azok azért megboríthatnak. Tehát egy nagyon kemény tükör, és akár sírás, vagy bármi lehet a vége. A vipasszánon ezt úgy küszöböli ki értelemszerűen, hogy ott van valaki, aki állandóan figyel, hogy ki fog éppen megborulni, vagy ki nem.
De természetesen egy tisztító folyamat, tehát egy tisztulási folyamat, ami ezzel jár. De mi úgy vagyunk vele, hogy ahhoz, hogy tényleg igazán értékelni tud azt a lehetőséget, ahhoz felkészítjük az embert, hogy oda jusson, és akkor utána csinálhatja azt az elvonulást. Mert például most más nem mondja, hogy az is nagyon értékes, amikor a mesterrel találkozol. De amikor te még nem vagy azon a szinten, nem tudsz annyit profitálni egy ilyen mester jelenlétéből, mint amennyit lehetne, hogyha mélyebb szinten vagy. Milyen jó, hogy így felkészítitek akkor a gyakorlókat, igen. És itt pedig, ha jól hallom, te vagy az, aki mondjuk ezt a kiborulást elviseli, vagy ugye amikor felbugyborékolnak a kezdőkből ezek hát, a... Hát tulajdonképpen igen. Aha. Neked mesélik el, vagy... Hát te... nem feltétlen mindig nekem, de az az igazság, hogy itt a csoportban sok komoly gyakorló van, akik 10-20 éve gyakorolnak, és előfordulhat az, hogy aki valamitől szimpatikusabb vagy valakivel megosztja, tehát ilyen előfordul, de úgy többnyire én vagyok, aki ezt így kezeli, ezt a dolgot. És ez milyen neked ezeket is kezelni, ugye a tanítás, vagy a tanítás részén képezi, hát, és akkor... Egy fél percig sem gondolok arra, hogy valamit is csinálok. Tehát az... És ebből kifolyólag egyáltalán nem teher. Wow. Tehát itt nagyon-nagyon fontos az, amiről beszélünk, hogy annyira vágja le az egódat, annyira csupaszítja le az egódat, hogy a végén semmi nem maradjon, hogy ezek az identitások eltűnnek belőled. Hogy én a nem tudom ki vagyok, én vagyok a mester, aki majd megmondja, hogy te most hol tartasz meg én vagyok a pszichológusod, aki kezel. Egyébként nem pszichológus vagyok, csak félre ne ért, tehát előfordulhat az, hogy inkább azt mondom, hogy figyelj, ez már nem az én szakterületem, úgyhogy akkor meg tovább. De tehát nem gondolok ilyesmire. Ha erre mind gondolnék, akkor megbolondulnék, ez 100%. Meg hát ami történetek ugye az emberekből előjönnek, meg ami belőlem is előjött, ugye, tehát tegyük hozzá, tehát simán megbolondulnék azt, mint magamra venném. És ez mindet akkor teljesen megtanultad így átengedni magadon, tehát hát te vagy, ahogy mondtad, igen. Egy eszköz, igen. És akkor... Igen, így van, abszolút. Tehát előfordulhat az, hogy beszélgetünk, és 5 perc múlva semmire nem emlékszem belőle. Tehát persze, hogyha előhozott, hogy mi volt, akkor igen, de amúgy nem. Wow. Uh-huh. Szóval megtanultad tényleg annyira kivresíteni ugye magadat, meg az elmédet, és akkor ebbe a nyitott hát, tudatállapotban lenni, ami az összes... Igen, hát tulajdonképpen, ahogy mondtam korábban, ez a feltétel, vagy egyáltalában véve valaki emberekkel foglalkozhasson. Tehát, hogyha most ezt mindenki betartaná a maga, hogy mondjam, a maga irányzatán belül, és az irányzatokon kívül mondjuk akár a pszichológián belül, ezt mindenki be tudná tartani, akkor itt minden sokkal jobb lenne. Lehet, hogy nem is kellene utána már pszichológus. Vagy szóval nem kellene megosztani ezeket a terheket, mert valahogy úgy feloldódna. Bizony. Uh-huh. És ehhez akkor az út, amit mondjuk javasolni tudsz, az, hogy gyakoroljunk? Hát igazából nagyjából azt tudom mondani, amit valamelyik pénzügyminiszter mondott, hogy azt mondta, hogy a háborúhoz mi kell, pénz, pénz, pénz. Itt meg azt mondom, hogy gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. Tehát semmi más. Semmi más. Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. Tehát minden más, ami nem gyakorlás, az sajnos felesleges. Most nem úgy értem, hogy az életedet változtasd meg, hanem próbálj meg az életedbe mindent beemelni gyakorlásként. Uh-huh. Tehát az életed minden területét próbáld meg úgy nézni, mintha gyakorlás lenne. Ez már mondjuk a te egy hétköznapi napodban hogy néz ki? Mondasz egy pár példát? Hát mondjuk, tegyük fel, hogy lekésem a buszt. Az simán lekésedem meg. Na most ilyenkor lehet az, hogy az ember ott bosszankodik, hogy lekéstem a buszt, és akkor ez vagy az vagy amaz, de akkor nem erre kell, vagy nem erre gondolok, hanem arra, oké, most akkor felszabadult 3 percem, vagy 5 percem, akkor most vagy elintézek valamit, telefonál, vagy elkezdek figyelni a légzésemre, vagy elmondok egy szutrát, vagy mit tudom én, szóval. Tehát magyarul, hogy azt az időt rögtön elkezdem átformálni. Vagy ha nem így, akkor viszont megpróbálom úgy kreatívan használni, hogy,
oké, innen elkéstem, de akkor mi a következő lépés, hogy visszalendítsük a dolgokat abba az irányba, amiben menni akarnak. Vagy lehet, hogy nem oda akarnak menni, és akkor nézzük, hogy akkor mit kell csinálni. Aha, tehát egy ilyen nyitottabb állapotba is hozod akkor magad. Folytonosan abba kell legyél igazából. A Vancsó Zoli barátom, aki fotóművészt csinálunk egy fotóiskolát, ahol én ugye zent tanítok, ő meg a fotót. Ugyanis a kettő együtt nem választható egymástól. Tehát úgy értem, hogy ahhoz, hogy te igazán minőségi fotográfiát tudjál csinálni, muszáj egyfajta énismerettel rendelkezzél, és muszáj, hogy a tudatod fókuszált legyen, és a jelenlétben tudjál lenni, különben nem tudsz igazán olyan fotót csinálni. Na most, hát és ott a diákokkal ugye ezt gyakoroljuk, hát a diákok, nem tudom, mennyire nevezhető diákok, ami esetben oda jön, akkor azokkal gyakoroljuk a zent, meg ezt a fajta jelenlétet, és tulajdonképpen a fotózásban is, ha nem vagy jelen, tehát hogyha nem vagy ez a folyamatos nyitottság, akkor elszalasztottad a pillanatot. Tehát elszalasztottad az eseményt. Tehát folyamatosan ébren kell lenni, különben most radikálisabbat mondok, mint egy szamuráj, különben meghaltál. Tehát egyszerűen meghaltál. És kész. Levágtak. Nem volt elég éber, nem volt elég nyitott, nem mentél együtt az eseményekkel, és puf, ott a vége. És ez is ugye a gyakorlás az, ami tud segíteni, hogy hát ezt a gyakorlás az hozza létre. A gyakorlás hozza létre. Tehát ezt te nem tudod megcsinálni. Tehát hiába akarsz te, tehát, és itt van egy nagyon fontos motivum ebbe, hogy ugye Hanvas mindig beszél az éberségről. De aki nem gyakorol, annak csak egy elképzelése van az éberségről, és azt gondolja, hogy ő éber. De marhára nem. Tehát az éberség ott kezdődik, amikor a tudatodban nincs felesleges gondolat, hanem folyamatosan mész az eseményekkel, vagy azzal a jelenséggel, vagy azzal a jelenség halmazzal, ami körbevesz. Tehát a ébernek lenni az egyáltalán nem olyan, mint ahogy így fogalmilag elképzeljük. Tehát nincs olyan dolog a fejedbe, ami nem tartozik az akkori pillanathoz. Ezt mondhatnám éberségnek. Tehát, ha erre nem vagy képes, akkor fotóba se leszel, jó? És ugyanúgy, ahogy mondtam, a gyakorlás hozza létre azt, hogy a hétköznapi életben ez megjelenjen. Ez egyfajta koncentrált tudat is. Hát én ezt úgy mondanám, hogy lazán koncentrál, tudod. Oké. Okay. Úgy tudnám, egy olyan hasonlatot tudnék mondani, mint a cowboy, amelyik mindig készen áll a párbajra. Uh-huh. Tehát egyszerre van lazaság a testtartásában, de egyszerre ugráskész is. Vagy mondok egy már, mint egy macska. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy laza, de abban a pillanatban már rántja elő a pisztolyt, ha kell. És milyen neked így élni a hétköznapokat, másnak tapasztalod, mondjuk egy ilyen tudatállapotban? Hát inkább azt mondanám, hogy amikor megtörtént az első, nevezem most áttörésnek, nem biztos, hogy helyes kifejezés, mindegy, nevezem áttörésnek, amikor megtörtént, megdöbbentem. Ugye, és azt történt, hogy aztán, Úristen, hát az a világ ennyire szép, hát az élethez nem láttam még ennek, hogy ennyire gyönyörűséges. Wow. Úgy képzeld el, mintha folyamatosan egy elsötétített ablakon keresztül néznél ki, egy ilyen, tudod, egy ilyen fóliás ablakon, és egyszer csak lejön a fólia, kitörik az ablak, és Úristen, ott van a valóság. Tehát ekkora különbség. Nagyon-nagyon nagy különbség. Hatalmas, tehát elmondhatatlan a különbség. És amikor az embernek viszonylag tiszta tudat és energetikailag is nagyon intenzív állapotban van, akkor konkrétan látja a dolgok mögött a fényt. Tehát ez most nagyon érdekel, nehéz elmondani, de egyszerűen érzékeled, hogy minden mögött ugyanaz a fény ragyog. És hát az énnel terhelt tudathoz képest azért ez egy elég más érzékelés. Arról nem is beszélve, ugye, hogy itt energetikailag érzékelsz. Tehát nem arról van szó, hogy szükséged van a látásra.
Tehát például, amikor jön be az az ember veled beszélgetni, nem feltétlen kell, hogy lássad. Mert amikor már ott jön a folyosón, és te nem látod, már akkor is érzékeled. Sőt, mi több a kolostorban direkt úgy van megcsinálva a dolog, hogy csak a, tehát mire eljut valaki arról a helyről, ahonnan menni kell a mesterhez, eljut a mesterig, akközött legalább 15 méter van, de inkább 20. És a mester nem látja, hogy te jössz. Tehát miközben jössz a pallón, közben fog rád, és közben vesz le, hogy mi van veled. Érted? Uh-huh. Tehát egyáltalán nem szükséges, hogy lássuk. Uh-huh. Ja. És ezt milyen megtapasztalni mondjuk neked itt a hétköznapi életben, hogyha így érzed energetikailag az embereket? Hát te is érezted, amikor bejöttél. Uh-huh. Tehát igazából nincs ebben se semmi ördöngőség, csak alapszinten úgy érzékeljük ezt a dolgot, mivel az énünk ott van, hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus, jó vele lenni vagy nem jó lenni. Tehát valójában mindenki érzékeli ugyanúgy, csak nincs eléggé kifinomítva ez az érzékelés. Ugyanis a zaj, ami a fejünkben van, tehát a gondolati zaj elnyomja ezt az érzékelést. És ahogy elkezd lecsendesedni a tudat, és itt bárkinek, aki elkezd gyakorolni és lecsendesedett a tudat, az mindenki érzékeli. Tehát amikor ugye a Star Wars-ban beszélünk arról, hogy a Yoda mester megérzi, hogy baj van a Anakinnal, hogy most az a valóság. Tehát egyszerűen az konkrétan a valóság. De azért, mert neki olyan csendes a tudata, hogyha ráfókuszál valakire vagy valamire, akkor már rögtön megtörténik ez az egyé válasz. Ennyi. Mennyire szép ez, igen, hogy minél tisztább vagy, ugye annál jobban, úgymond igen. Közelebb tud jönni ez az egész, gondolom, minél szennyezettebb a tudatod, annál kevésbé érzékel. Hát igen, de ez tulajdonképpen annyit jelent, csak annyit jelent, hogy minél erősebb az éned, annál kevésbé fogod érzékelni. Tehát minél jobban be vagy zárva a saját kalitkádba, annál kevésbé érzékel, és minél kevésbé vagy zárva, annál jobban. Tök egyszerű. És mivel az anya az nincs bezárva, legalábbis ő és a gyerek viszonylatába, a saját kalitkájába, ezért érzékeli. Ha be van zárva, akkor nem érzékeli, és akkor az Istenél sír az a gyerek, tudod, akkor meg ez van. És ugye ne felejtsük el, hogy az apák meg jó részt így vannak. Csinálj már vele valami. Miért sír? Bizony. Hát igen, gyakorlással ugye meg egyre tisztábbak tudunk lenni ebben, és egyre jobban meg tudjuk ezt érezni. Pontosan. És ahogy ugye magadhoz is, ahogy mondod, hogyha igen. Közelebb kerülsz azáltal a másikhoz is, másikat is sokkal tisztábban érzékeled. Hát pontosan erről van szó egyébként a másik, most azért nagyon jó, hogy ezt felhoztam. Ugyanis erről van szó, hogy amikor a gyakorlásnak az első pár évébe ez az én terápia folyik, akkor rádöbbensz arra, hogy minden benned van. Tehát a legnagyobb gonoszságtól kedve a legnagyobb szentségig, és mivel erre rádöbbensz, ezért már az a megítélés is elkezd belőled eltűnni. Addig könnyű elkölcsősznek lenni, amíg nem jössz rá, hogy bizony te benned ugyanaz megvan. És ha egészen véletlenül, van olyan tapasztalatod, hogy lehet, hogy nem csak ez az élet van, tehát nem csak ebbe az életbe vagy bezárva, sőt, össze vagy kötve az emberiség egészével, tehát hogyha véletlenül van egy ilyen tapasztalatod, akkor megdöbbensz, hogy mennyi szennyeződés van ott, és azzal te mind rendelkezel. Tehát nem vagy így levágva róla, hanem az ott van benned, mindenestül. És amikor erre rájössz, akkor rádöbbenhetsz arra is, hogy felesleges ítélkezni. Tehát semmilyen helyen nincs. Hát Jézus nem véletlen mondta. Tehát mondjuk úgy, hogy ő elég komoly. És milyen volt ez mondjuk a te életedben, amikor erre rádöbbentél, vagy ezt megtapasztaltad? Hát bizonyos esetben felszabadító. Aha. Felszabadító, mert ez azt jelenti, hogy nem kell többet hazudnom magamnak. Nem kell többet eljátszanom szerepeket. Nem kell többet félnem. Ilyesmi. És nem is féltél mondjuk azóta? Nem. Tehát, de ez is úgy van, tudod, hogy a félelem az, hogyha egy impulzus, akkor nincs vele probléma. Mert mit tudom én, jön valaki szembe az utcá és tukkerrel, és akkor rám fogja, lehet, hogy elfutok. Érted? Tehát az egy természetes reakció is tud lenni.
Vagy az is lehet, hogy mondjuk behúzok neki, mit tudom én. Tehát ezt így előre nem tudjuk. Lehet, hogy elfutok. Az egy természetes reakció. Itt nem az a kérdés, hanem az a kérdés, hogy meddig hurcolod ezt a dolgot. Tehát mindig az a kérdés, hogy a jelen pillanatban benne vagy, és a következő pillanatban ott van-e még, mikor már tovább mentél. És ugye az emberi létformában a nehézség az, hogy az emlékekből felépítünk egy ilyen egót, és az emlékek szövedékét őrizgetjük, mert azt gondoljuk, hogy azok mi vagyunk, és pont emiatt ebbe az egóba beépülhet, belefonódhat, vagy szövődhet a félelmünk is, mint állandóan jelenlévő jellegzetesség. Tehát, hogy az énemnek a jellegzetessége például az, hogy félek. Tudod? És az már nem egészséges, mert akkor elkezdesz rettegni mindentől. Jaj, most itt van a vírus, jaj, ha a vírus már nincs itt, akkor majd itt lesz a nem tudom mi, akkor majd az, tehát mindig megtalálja az ember azt az okot, ami miatt félhet. És hogyha most maradunk mondjuk a félelem példánál, hogy mit tudsz vele csinálni? Vagy aki hallgatja, mondjuk mit tud ezzel kezdeni? Hát elfogadni. Aha. Ez az első. Hogy el kell fogadnod, oké, félsz. De amikor ezt már el tudtad fogadni, az azt jelenti, hogy már hátra is tudtál lépni, és rá tudsz nézni. És amikor már hátra tudtál lépni, tehát nem vagy kiszolgáltatva a félelem impulzusának, amikor ennek az impulzusnak már nem vagy kiszolgáltatva, akkor már döntéshelyzetben vagy. De addig nem vagy döntéshelyzetben, mert az impulzus elvisz. Oké. Tehát ez az első, hogy azt mondod, oké, félek. Jó, mit tudok csinálni? Oké. De persze, amikor már ez az én nem működik, akkor egyszerűen spontánul cselekszel, tehát nem kell ezt így végig gondolni, hanem egyszerűen lehet, hogy elfutok, az kész. Tehát úgy értem, hogy az a megoldás, elfutok, csak nem megy ez így végig ilyen hosszan, hanem egyszerűen csak elfutsz és kész. Akkor ha jól értem, az a különbség, hogy nem viszed ezeket, amit, ahogy mondtad, hogy az énednek, meg az emlékképnek a különböző részei, hanem mondjuk abban a pillanatban észreveszed, hogy hopp, most itt bejött mondjuk egy félelem, de már a következő pillanatban már mondjuk nincs ott. Így van, pontosan. Pontosan. Valakülönben egy nagyon jó zen ilyen sztori, vagy hát illetve példázat, hogy jön a tanítvány, és akkor mondja neki a mester, hogy tedd le. De azt mondja, de nem hoztam semmit. Jó, akkor cipeld tovább. Érted? Úgyhogy, hát erről van szó. Szóval így cipeljük, anélkül, hogy tudnánk róla. Így cipelgetjük a dolgokat. Aztán, hát igen. És ahhoz azért akkor kell egy jó pár év, hogy ezt így... Sok év. Azt mondtad, hogy én terápia azért az jó pár első hát évek. Hát azt mondom, hogy úgy átlagban 3-5 év. És mondjuk az napi... Hány óra, vagy heti hány óra gyakorlásnál? Most egy ilyen... Hát szerintem körülbelül. Napi 25 perc mindenképp. Mindenképp, de ezt inkább úgy kellene elképzelni, tehát hogyha esetleg valaki hallgatja, akkor mondom, hogy ugyanúgy kell csinálni, mint egy edzést, hogy nem az van, hogy rögtön 100 kilót fel akarsz emelni, mert szétszakad az izmod, hanem itt szépen fel kell építeni, hogy ez a napi 25 perc meglegyen. És aztán lehet több is, aztán lehet több is. Csak a lényeg, hogy ehhez a terápiához, ez az én terápiához azért kell ez a napi 25 perc, amit fel kell építeni az első 3-4-5-6 hónapban. Uh-huh. És mondjuk az is ajánlott, hogy közösségbe járjon? Azt mindenképpen. Tehát a közösség az mindig más lesz, mint az egyéni gyakorlás. Egy, könnyebb eltévedni. Másik, energetikailag sokkal intenzívebb, harmadik, fegyelmezettebb vagy, mert otthon sokkal könnyebb azt mondani, hogy most ezt gyorsan megcsinálom, utána majd visszajövök, csak aztán sose jössz vissza. Tehát általában az szokott történni ezekkel az emberekkel, tehát én már tényleg nagyon sok emberrel találkoztam, akik úgy gondolják, hogy majd otthon gyakorolnak, hogy az első 2 hétben intenzíven gyakorolnak, és aztán, jó, lehet, hogy eltart 2 hónapig, de aztán szépen elfogy a gyakorlásuk. Egyszerűen elfogy. És a közösség pont azért közösség, mert megtart. Tehát mint egy tenyéren. Tehát látod, hogy ő nem mozdul, látod, hogy ő itt ül, akkor te is itt ülsz. És ez fontos. Tehát ugye a klasszikus példa, hogy egy nyilvesszőt könnyű eltörni, de amikor sok nyilvessző együtt, akkor az nehezebb. Tehát itt is lényegében ez a fajta fegyelem az olyan, hogy része leszel ennek a nyilvessző halmaznak, és nehezebb lesz eltörni téged személyesen is. Uh-huh.
De hát, hogy akkor van ez az eleje, mondjuk az első 3-5 év, amikor Igen. ez az én terápia van, és ezek Igen. a tudati szennyeződések Így van. mondjuk így feljönnek és tisztulnak Pontosan így van. benned. Aha, Így és van. mondjuk utána hogyan folytatódik ez az út? Hát szerencsés esetben ez ennyi idő alatt lemegy, kevésbé szerencsés esetben hosszabb idő, de összességében az történik, hogy egyre nagyobb benned a csend. Tehát, hogy kezdetben nagyon hosszú a zaklatottság és kicsi a csend, és utána ez az arány megfordul. És egyre nagyobb lesz a csend, és egyre kevesebb a zaklatottság. És amikor már nagyon-nagyon kevés a zaklatottság, tehát tulajdonképpen szinte elenyésző, akkor, tehát mondjuk így, hogy szinte folyamatos a csend, akkor van lehetőség erre az áttörésre. És akkor jönnek a koanok. Ha áttörtél. Ha áttörtél utána, igen. Igen, illetve hát előfordul, tehát a Rossi az egyedül, aki koant ad, tehát ő az egyedül mester, aki koant ad. Hát illetve akit ő mesternek kinevez. De a lényeg, hogy vannak olyan koanok, amik erre az áttörésre valók, van néhány ilyen koan, ami erre való, és van olyan, ami a továbbképzésre való. És előfordulhat az, hogy anélkül, hogy légzéssel jutnál ide, korábban ad neked egy koant, de ez egy áttörés koan lesz mindenképpen. És aztán utána folytatódik a koanképzés. Hát vagy egyáltalán nincs koanod, és akkor anélkül kell átmenni, és utána jön. És akkor, ha jól hallom, itt az út az az, hogy utána mesterré válsz? Hát nem feltétlen. Tehát tulajdonképpen inkább azt mondanám, hogy a helyedre kerülsz a világba. Tehát arra a helyre, ami a tiéd, és csak te tudod betölteni. Ó, ez milyen szép. Igen, tehát egyszerűen ez van. Nem biztos, hogy mesterré válsz. Tehát nagyon sok ember van, sőt, azt kell mondjam, hogy ha ambíciód, akkor valószínűleg nem. Ugyanis ott az énnek még mindig van egy kis izéje, egy kis valamije, ami megakadályozza ezt. És te hogy érzed, hogy most a helyeden vagy ebben a világban? Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát nem érzem, hogy ne lennék ott. De nagyon érdekes, hogy amíg a filmezésben voltam, akkor azt éreztem, hogy nem vagyok teljesen a helyem. Pedig majdnem a helyem voltam, de mégsem. Szóval nagyon, ez nagyon érdekes. És hogy most te mit csinálsz, ugye, hogy a hallgatók is így érkezik? Hát most ezt csinálom. Most csak ezt csinálom. Igen, igen. És hát itt fontos elmondani, hogy most a csoportunknak van egy 6 hektáros földje, ahol szeretnénk egy centrumot építeni. És egy meditációs központot, aki akar, ott akár elvonulhat is, tehát kolostori életformát is folytathat, aki akar, az meg nem. Tehát ennek megvan a maga rendszere. A lényeg az, hogy tulajdonképpen ennek a létrehozásában tevékenykedem, illetve hát nem csak egyedül természetesen, hanem másokkal, többiekkel is, és illetve minden nap gyakorlok, úgyhogy a többiekkel együtt, és akkor ha valakinek kérdése van, akkor az kérdezhet, vagy valakinek van valami nyüge, akkor az elmondhatja, és így tovább. De jó, ezeket mindenképp majd a hallgatóknak mondom, hogy fent lesznek a honlapon ezeknek az elérhetőségei, hogy hol lehet ugye, téged, meg illetve majd ezt az elvonuló központot megtalálni. Ezt mindenképp feltesszük, úgyhogy annak, aki ez iránt így érdeklődik. Még amit szeretnék megkérdezni, hogy van-e olyan könyv, amit ajánlasz? Hát igen, most nagyon nehéz ugye ez a eset, mert a zen nem egy könyves dolog. Történetesen, ha jól emlékszem, a 6. pátriárka széttépte a szútrákat. A Rinzai, ahonnan származik ez a vonal, ahogy mondtam, az pedig azt kérdezte egyszer a szerzetesektől, hogy mit tömitek fekete babbal a fejeteket, és a babok alatt ugye a írásjeleket értette. Mind a mellett Európában vagyunk, ezért néha kell olvasni. Alapvetően én azt gondolom egyébként, hogy ugyanannyi olvasás és ugyanannyi gyakorlás között a gyakorlást kell választani. Tehát időben. Tehát a 25 perc olvasás helyett 25 perc gyakorlást kell választani. Abból többet tanulsz, ugyanis ez az egész és a Buddha tanítása se szól másról, mint arról a tapasztalatról, ami az, lényegében az egységtudat. És ez a cél, ez az alap. Akkor minek olvasni?
Amúgy néha kell, tehát történetesen előfordulhat, hogy az embert inspirálja egy könyv, előfordulhat, hogy kérdésre választ kap egy könyvből, tehát nem baj az, ha néha olvasunk, csak, úgy csak a fő hangsúlyt ne veszítsük el. És akkor, hát van egy fantasztikus ember, nem a mi vonalunkon gyakorolt, egy másik vonalon volt, Shunryu Suzuki, a Zen szellem, a kezdő szellem, ez az egyik könyve, és akkor neki vannak még több könyve, a Nincs mindig úgy, vagy tulajdonképpen már nem emlékszem a többire, ezek nagyon jó könyve, és ezen kívül, hát vannak a én mesteremnek a könyvei, de azt kell mondjam, hogy azért azok inkább haladó szintű könyvek, tehát hogyha mélyebben vagy a gyakorlásban, akkor sokkal jobban fogod megérteni, hogy mi van ott, ugyanis a mi mesterünknek az a jellemző, hogy ő mindig az univerzálisból beszél, az univerzálisnak. Uh-huh. És ez, tehát kapaszkodj fel oda. Okay. Érted? Kapaszkodj fel oda. Igen. És nincs kompromisszum nála. Vannak, akik nagyon jól tudják közvetíteni a mai világ nyelvén ezeket a tanításokat, tehát előfordulnak olyan emberek, de sokszor ez egyszerűsítést is jelent, illetve azt kell mondjam, hogy hitelvesztést is. Tehát nem azt tanítja, és nem úgy, ahogy az igazából kellene, illetve ami igazából célba visz, arról már nem is beszélve üzletet csinálunk belőle, ugye? Tehát pénzért, sok pénzért, vagy még többért, tehát van ilyen. Tehát ez tulajdonképpen a spirituális kereskedelem. Na hát most itt ilyen nincsen. Tehát a Rossi könyvei nehezek, a Shunryu Suzuki könyvei azok is nehezek egyébként, de azok szerintem egy picit jobban megfoghatóak. Hát más könyv, ja, a 101 zentörténet például, azt szerintem ez egy szenzációs jó, de meg kell mondjam, hogy ezeket a sztorikat, meg ezeket a könyveket igazából nem fogja az érteni, aki nem gyakorol. Tehát ez, ahogy mondtam, a zen nem egy olyan dolog, ami a dumáról szól, és minél mélyebb tapasztalatod van róla, annál jobban érted a könyvet. Uh-huh. Ez milyen jó, hogy így hozzáteszed, ugye, hogy most aki hallgatja, hogy így képbe legyen egyáltalán, igen, hogy ez... Igen. Ugye a kezdet az a zenben, az nem a könyvolvasás, hanem a leülni, gyakorolni, igen. És amikor már gyakorolsz, utána olvassal egy pár könyvet. De valójában a buddhizmusban is erről van szó. Tehát hozzáteszem, hogy én nem vagyok buddhista, hanem Buddha tanítását követem. Uh-huh. Tehát érted, ez is bizonyos értelemben egy fiók, amiben beteszi az ember magát, de mondjuk úgy, hogy a Buddha tanítása is ez, hogy először van a tapasztalat, és utána megpróbáljuk átfordítani arra a közegre, amiben vagyunk, tehát arra a nyelvre, amiben vagyunk. Ő is ugyanezt csinálta. Tehát ez egy radikális különbség az európai megközelítéshez, hogy először majd olvasunk, megértjük, és aztán majd. Csak itt az a probléma, hogy ezt a dolgot nem lehet megérteni. Tehát akárhogy fogsz erőlködni, ezt nem fogod tudni megérteni. Mint ahogy az előbb elmondtam ugye azt a kohant, azt az egy darab kohant, azt se fogod megérteni. Igen. Tehát ez nem ott van, ahol a megértésed van. Sokkal közelebb áll a művészethez, ahol akár a festészethez, akár a zenéhez, ahol nem olyan fajta megértés van, hanem egy sokkal komplexebb megértés van, mint amit a rációval föl lehet dolgozni. Bizony. Uh-huh. Vagy más nem mondjak, egy érzelmet nem lehet megérteni. Tehát azt értheted, hogy ő most rosszul van, vagy tudom én, szomorú. Ezt értheted. De amúgy az érzelmet nem tudod megérteni. Tehát túl van a rációnak a körén. És a mi civilizációnknak ez egy ilyen problematikája, hogy azt gondolja, hogy mindent meg lehet érteni, de valójában nem. Uh-huh. És persze, amikor meg nem érti, akkor meggyártja a hülyeséget, már bocsánat. És az emberi elme úgy van összerakva, hogy minden között tud összefüggést teremteni, amit csak elképzel. Tehát minden között. Elég nagy fantázia kell hozzá, csak ennyi múlik. Jó. Szóval a Shunryu Suzuki az, uh-huh. az jó. Jó, köszönöm. És itt lassan időben is a beszélgetés vége felé járunk, hogy van-e még valami, ami neked úgy eszedbe jut, amit szívesen megosztanál, akár a zenről, akár a saját tapasztalatodról, vagy a csoportról, na, bármi. Uh-huh. Hát így nehéz helyzetben vagyok, mert így nem tudok válaszolni a kérdésre. Jó. De konkrét kérdésre mindig konkrétan tudok válaszolni, de így nem. Jó.
Hát a helyzet az, hogy a zen ennyi. Tehát mondhatjuk, hogy majdnem mindent elmondtam az zenről. De természetesen nem ennyi, csak ami így egy keretet ad. De az a gazdagság, ami a zenben van, az igazából benned van. Ide jössz, leülsz, és onnantól kezdve van a lényeg. Ez csak egy ilyen kis, mondjuk így, hogy kertcsináló, körbeírtuk, körbekerítettük, de a lényeg az nem ott van, hanem a párnán történik meg. Ez talán egy nagyon szép ilyen befejező gondolat is lehet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Okay. Én is köszönöm, mindenkinek, hallgatóknak. És minden elérhető lesz a honlapon. Oké, szuper.